A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár munkatársai természetesen a pandémia okozta lezárások ideje alatt sem tétlenkedtek. Igyekeztek tartani a kapcsolatot az olvasóikkal, még úgy is, hogy ez javarészt csak online történhetett meg. Ezzel a célzattal hozták létre a Mesél a Múlt a Somogyi Könyvtár Könyves Kincsei című videósorozatot, amely az emlékkönyvtár állományának darabjait mutatja be a nagyközönség számára. A sorozat legutóbbi részében május 5-én Radnóti Miklós születésének 112. évfordulóján a költő több dedikált kötetét ismertették. Az asztalon látható számos első kiadású Radnóti verses kötet. A legérdekesebb mondjuk számomra talán, bár ez nyilván szubjektív, az Új Módi Pásztorok énekének két példánya, amit őriz a könyvtárunk, illetve az Új Hold című verses kötetének egy kötete. Az Új Módi Pásztorok éneke című verses kötetének egyik példánya a dedikált, a másikban pedig igaz, hogy aláírás nélkül, de hosszas bejegyzés írt maga a költő, Radnóti Miklós. Az egyik példányunkat Kárászné Szívessy Máriának, egy szegedi művészetpártoló zsidóasszonynak dedikálta, akihez ő maga is rendszeresen járt, és egyetemista korában egyébként Szívessy Mária lányával, Kárász Judittal is barátok voltak, aki világhírű fotóművész lett később. Neki, az édesanyjának dedikálta tehát az egyik kötetet Radnóti, akinek egyébként Szívessy Máriának botlatóköve is van Szegeden, a Nagy Jenő utcánál, az egykori házuknál, ezt meg lehet tekinteni a mai napig. A másik újmódi pásztorok éneke példányunk pedig azért érdekes, mert a cenzúra Isten gyalázásért elkobozta ezt a kötetet Radnótitól, de Radnóti barátai megmentettek számos példányt, és ebből az egyikbe hosszasan leírja Radnóti ezt a történetet, hogy hogyan kobozták el, és miért, mi okból, és leírja azt, hogy egy példányát mindenképpen a könyvtárnak szerette volna adni, hiszen tudja, hogy a könyvtár az a hely, ahol megőrzik ezeket a dokumentumokat, nem fogják kidobni azért, mert a cenzúra betiltotta. A könyvtár egy másik különleges Radnóti dokumentumot is őriz, amely nem önmagában számít kuriózumnak, sokkal inkább a benne található Buday György által készített illusztrációk által. A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának tagjaként Radnóti, ahogy már említettem, számos kortársával ápolt aktív kapcsolatot, baráti kapcsolatot. Az Új Hold című verses kötete például a később világhírűvé váló grafikus fametsző Buday György illusztrációjával jelent meg. Ebből is van a könyvtárunknak példánya, és külön érdekesség, hogy később egy adomány révén a könyvtárunk hozzájutott a Buday György által készített fametszetek, amelyekből az Új Hold című verses kötetet nyomtatták, az illusztrációkat készítették.